Szevasztok, kedves nézőm, szevasztok, faszom szájak. Hát ugye, hogy néztem a írásokat, meg a jelölésteket a törkésről is például. Hát még idáig még nem sikerült eladni a törkést, ott van, lehet írni, írjatok rá, akinek kell a tör, ott a tör. Hát meg még írtátok nekem a, hogy mondják ott a hősugázót, és még az se sikerült úgy vennem nekem. Hát még ahhoz képest elég szar idő van még, mert még azért még vannak egy-két ilyen, hogy hogy mondjam nektek, hogy ilyen hidegek vannak még, tudjátok, hogy nyálkás idő, ilyen esős, borús időköz, még azért még ahhoz képest még kellene még a hősugázó, ugyebár, mert azért cseppettől még az ember, aki megy, akkor még a cseppet még hideg van, azt még áfázik. De mindegy, már lassan már kimenjünk a hidegből, meg ugye alig várom, hogy kijöjjön a jó idő, akkor tudnám csinálni ilyen veteményezőseket, meg ilyeneket, meg ilyen bármilyen ilyen fizikai munkákat is, akkor már ugye bár tudnánk csinálni. Meg ugye vannak ezek a trollok, akik szoktak csúnyákat írkálni. Na például akkor megint akkor tegyünk már tisztába egy-két dolgot, akik csúnyákat írkálnak. Azoknak újból el kell, hogy mondjam, hogy megint előről a témát, hogy belevésem a fejükbe, hogy ugye ez a kurva kibaszott videózás nem arról szól, hogy hogy mondjam nektek, hogy az embert, hogy kifikázzátok, lenézzétek, hanem az ember nektek kedvet akar csinálni, hogy jó legyen az egész dolog, meg minden, hogy ugyebár, hogy tudjátok nézni, meg tudjátok de tovább nézni az ember, meg ugye én próbálok nektek többfajta munkát csinálni, ugye vannak ezek a dolgozósok, vannak ezek a, mit tudom én, karatések, amiket szoktam csinálni, főzős is például. De viszont ezek a kibaszott trollok, ezek a faszom már ki van ezekkel a rohadt köcsögökkel, akik állandóan az embert fikázzák ki. És ugyebár, hogy mondjam nektek, az ember próbál több újakat csinálni, megmutatgálgatni nektek mindent, hogy jó legyen. Hogy például tegyük fel, mondjuk ott van Hörgi, azon szóval csinál nektek olyat, hogy karatés videót, mondjuk például. Vagy mondjuk ott van Túri Tamás, a szóval csinál nektek, mit tudom én, mit ilyen verekedősek például. Ilyeneket ő nem csinál nektek, azt az ilyen embereket fikázzátok ki, meg ilyeneket, és akkor ti akarnátok az emberen túl lenni, túl szárnyalni akarnátok az embert, csak hát viszont ti rajtam úgyse fogtok majd kifogni, mert mindig ezt szoktam mutatni, részt előrébb kell gondolkozni, ezt aztán kell cselekedni, csak sok hülye meg épp ellentétben csinálja az egész dolgot. Na hát akkor veletek ennyit a trollokról, ezekről a faszopókról, na mindegy. Akkor továbbra is vásunk témát, ahogy szoktam mondani, meg ahogy hirtelen szoktam váltani a témát. Na, hát olyan, hogy igaz, hogy még most elég nyárkás idő van, szar idő van, nem olyan jó, de mi is, ha ki fog jönni a jó idő, fogunk csinálni ültetéseket, akkor fogunk csinálni karatés videókat, minden be fog indulni a videózás is, jobb videók is lesznek majd, a jobbakat is fogok csinálni, akkor lesz majd olyan, hogy főzős, vagy ilyesmi, csak még ezeket még nem ígérem meg nektek, nehogy félreértsétek, nem ígérem még meg, de majd arra fogok törekedni, hogy jó legyen nektek, hogy továbbra is, hogy fogjatok tudni nézni. És még a visszatérve a tőre, ott a tör tokkal együtt elvihető, amennyi szántok rá, bánja fene, csak vigyétek, ott van, ajánlom nektek, ez jófajta tör. Ugye bemutattam a múltkor is nektek a tört, hogy milyen, hogy néz ki, fa a vége, belső, fából van kifaragva, elég régi fajta, de azért
Jó ára van, utána jártam én is a neten, hogy azért ilyen régiségeknek azért, ezeknek a régi tőröknek azért van értéke, nem akármilyen tőről van szó. Ezt mondom, ezt egy öreg nénitől kaptam, akinek elmentem segíteni, ugye ahogy mondtam is a múltkori videóban is. És ugyebár, hogy ahogy amikor elmentem segíteni, ez a szegény öreg néni nem tudta, hogy mivel fizessen ki, meg ilyesmi, és akkor azt a tört ajánlotta nekem, hogy ezt fogadjam el, mert ez a férjé volt, az uráé volt, ez a tört, és mondta, hogy ezt ajándékba nekem akarta adni, hogy legyen nála. Aztán én mondtam, hogy jó, köszönöm szépen, elfogadtam, és akkor ő ezzel fizetett ki engemet. Na, akkor lássuk még, hogy mik vannak még itt, azt mondja, hogy... Ja, mert én nem tudom, hogy szoktátok-e nézni ezt a VK vlogot, ezt a bolondcsávót, aki mindig felszok tenni videókat, összegyűjti a nézettségüket, meg a nézőiket, ilyen, mit tudom én, ilyen 200, mondjuk például 200 feliratkozónak, és akkor ugye már abban a percben meg már törli a csatornáját. Tehát ez szerintem ez nem normális, ez elég bolond, nem tiszta fialás. És ugye nézte ez a perzsa harcos is, az is beszélt róla, az is mondta, hogy ő elég bolond az a csávó, nem tiszta fialás, milyenek. És ebbe igazat kell adni neki, mert igaza volt, hogy mert bolond, nem tiszta fiolásnak, akkor minek videózik az ilyen, akkor az ilyeneket azt ki kell törölni a picsába, nem kell vele foglalkozni, le kell tiltatni még a YouTube-ról is. Lássátok, én meg itt vagyok, én ugyanezt a műfajt csinálom, ezt az egy dolgot csinálok végig, és akkor majd nektek, hogy jó legyen. És akkor ezt az egész videót, ezt majd mondom, fel fogjuk majd újítgatni, újítani. Megpróbálunk majd egy-két új újdonságokat is majd bemutatni. Majd remélem majd annyi időnk lesz, meg annyi hely lesz majd a kamerán, hogy fogjuk tudni nektek mutatni. És akkor ezekkel fogunk már szépen nektek, hogy jobb legyen a YouTube, meg fentébb fog menni a YouTube is, én általam remélem, ez nem nagy képviségből mondom, de szerintem remélem, hogy majd a YouTube is majd észre fog venni, és akkor majd több fajta videót fogok csinálni, és akkor majd egyszer-kétszer majd egy-két olyan főzős műsort is majd berakunk, majd megcsinálgassuk majd, hogy jó legyen nektek, és akkor nektek, hogy ne legyen unalmas, ne legyen egyhangú, ne legyen minden ilyen hülyeséget, és akkor szépen egy izébe fogok majd nektek foglalni mindent, és akkor majd nem tudom, hogy hogy fogok majd ráérni, és akkor majd, amikor majd ráérek, meg hogy ugye, hogy ne legyen kavarodásokon, meg ne legyen valahol, ahogy szoktam csinálni mindig nektek, ugye? És akkor szépen meg fogjuk csinálni a videót, normális videót fogok összerakni nektek, hogy jó legyen, tudjatok nézni, meg hogy tudjatok rám lájkolni, írkálni. Na de viszont, hogy mondjam nektek, én ezt nem csak azért csinálom, ugye, mert ahogy mondtam is, hát legelsőnek, ugyebár én nem gondoltam volna, hogy nekem ennyi nézettségem lesz hirtelen, meg ugyebár, hogy fogtok nézni. Ezt még egyszer előre is köszönöm, hogy néztek, csak így tovább nézzetek. És nem gondoltam volna, hogy ennyi minden hirtelen összejött, és akkor már egyből már 200. videó, 300. már majdnem lassan a 300-nál tartunk. Akkor remélem, hogy még lehet, hogy még lesz még tovább is, hogy 4, 500, 600, 700. Remélem már, hogy már attól már tovább is lesz majd. És akkor ugye bár én úgy akarom nektek csinálni ezt az egész dolgot. Ja, meg ugye ott hagytuk abba azt a
tavaly, vagy tavaly előtt, mert jól emlékszek rá, hogy filmes dolgot, de majd arra is majd rá fogok térni, csak hát ugye tudjátok, hogy hagyjél össze a kicsó meg a pénzt, és ugye jobb kamerát, jobb fényeket akarok, meg ilyeneket, hogy ugye hogy jobban lássatok, meg ilyenek, és akkor majd azáltal majd egy jobb filmet fogok majd nektek csinálni, és nem tudom, még az egyik kedves néző is írta nekem, hogy ugye, hogy mi lett Gabriellával. Hát én megpróbáltam ráírni a Facebookon keresztül, csak én még viszont még én tőle még nem kaptam egy jelzést. És ugye, hogy nem kaptam jelzést, én fogtam, azt mondom, jó, ez is ilyen habiszti nőcke lehet. De még mai napig akkor várom, hogy hát majd rám fog írni, vagy valami. Na mindegy, hát akkor ezt hagyjuk. De kedves nőcik, akik vagytok, akik néztek, meg nők is néznek, meg lányok is néznek, itt vagyok, írjatok rá, tudjátok, hogy mi a Facebookon van a jel, a mindenem, tudjátok, írjatok rá, lájkoljatok, és akkor majd, amelyik őtök akar egy normális videóban benne lenni, rám írtok, találkozunk, talizunk, és akkor majd úgy tudjunk majd beszélgetni, minden, és akkor majd meglássuk, hogy mi lesz. Na, hát akkor még azt tudnám még mondani a faszomszájúakról is, rájuk szólok egy-két szót, ugye? Mert már azok is, a faszomszájúak is már azok is olyanok, hogy egyszer begyalizzák magukat nálam, egyszer meg nem, egyszer ilyen, egyszer olyan, meg egyszer milyen. Nem kell nekem ide a habiszti duma, nekem nem kell ide semmiféle jópofuság, meg semmiféle izé. Magyarán mondva, a fasz bekapjátok, köcsögök vagytok, akik ilyeneket írkálnak, ír rólam. Ugye el kellettek mondani a másik videóban is, hogy hogy is mondják, most volt szó még, a gépről is volt szó, ugye? Hogy hát ki kommentelne, ugyebár egy, én kommentelnék, kettő, ugyebár ki videózik, én, csak hogy itt van az operatőröm is, ugye aki ért hozzá, hogy mit, hogy kell, mit tudom én mit, vágásokat, meg ilyesmiket, ugyebár, de a többi részt azt én szoktam megcsinálni, én szoktam beszélni, én szoktam a karatés videót, hogy lássátok csinálni, meg a többi beszédeket, amiket én szoktam, a többi mindent én csinálok. Ugye ezt már a múltkor is tisztába tettük, akkor most is tisztába tesszük. És még ugye, még a egy-két olyan szóról is lenne nekem, még hogy melyiket is, mit is kaptam, hogy, de hogy igen, hogy elég csúnyán beszélek, vagy valami ilyesmi is volt a jó munkorai videóban is szó. Hát persze, hát hogy ne beszélnék már én csúnyán, ugye, amikor az ember feléredesítik, az embert hülyének nézik, lenézik, ugye, mert most az ember most ilyen, amilyen, de akkor is azért nem kéne lenézni a másikat, nem kéne, hogy mondják, oskodni, flegmáskodni vele, meg ilyenek. És ezt úgy akarnám nektek előadni, hogy megértsétek, hogy az ember nem bolond, nem hülye, mert ugye mondjuk például itt van ez a videózás is most, nehogy félreértsétek, hogy az ember ezért csinálja a pénzén, meg minden, nem. Ez csak ilyen szórakoztatás, hogy nektek, hogy jó legyen, hogy nézzetek, és akkor ugye hát a ti általatok, hogy ti engem néztek, akkor ugye akkor én is, hogy megismertek, meg fogtok ismerni, meg már remélem, hogy már ismertek már annyira, hogy milyen vagyok, hogy szoktam beszélni, hogy mit mozgok, hogy csinálom, miket szoktam csinálni. És ugye akkor még a dolgot még annyival még tegyük tisztába, hogy az embereket, egy, vannak kétfajta emberek, ugyebár,
Vannak a jók, meg vannak a rosszak. Vannak a jók, azok mellett állnak az embernek, hogy kivédik. Vannak a rosszak, azok meg a trollok, vagy hogy a picsába mondják eztet. És ugye ezek a köcsögök, egy faszopók, ezek egy hülye beteges állatok, az ilyenek. És ezek nem jól csinálják a dolgokat. Most nem azért, hogy most nem állnak mellettünk, ezek szerintem mindenkivel köcsögök túl, ezek mindenkivel köcsögök, nem csak én vele például, ezek lehet, hogy más ilyen gyengébbik, akik már nem erősebbek, akkor nem ilyen gyengébbek, akkor azokkal rászállnak, kifikázzák, kigúnyolják, meg ilyenek, és akkor ezt nem szabadna, ezeket el kéne törölni a picsába, ezekkel nem kéne foglalkozni, hanem szép dolgokkal kéne foglalkozni, rá kéne térni, hogy mondjuk szépen beszéljen, rá kéne térni, hogy mint tudom én, hogy más csináljon, nem belekötni a másikba, aki elmegy mellette mondjuk például. Mert épp a múltkori sétálgatásból láttam egy olyan esetet, hogy volt egy, mit tudom én, egy fiatal gyerek, és mentek arrafele hárman, és hárman úgy meg akarták volna verni a gyereket, csak ugye hát nem bírtak vele, mert erős volt az a gyerek, és megverte, csak azt hitték, hogy rá fognak tudni szállni. És ugye ezeket be kéne fejezni, az ilyen hülyeségeket, meg már, ugye már azok is már felnőtté válnak, és akkor a felnőtt korukban is ezt fogják művelni, csinálni. Na, akkor még annyit szólok a kedves nézőköz. Kedves nézők, nézzetek, lájkoljatok, írjatok, és faszom szájok ti meg.